8 óra 38 perc, a stúdióban pedig vendégünk Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit! Megszoktuk ugye, hogyha nagyobb tömegeket érintő ügyről van szó, akkor a Magyar Szolidaritás Mozgalom felszólal, igyekszik érvényesíteni ugye a hangot, amit szeretne eljutatni nagyobb közönséghez is. Így van ez most a Budapest bérlet körül kialakult helyzettel kapcsolatban. Sokan elmondták már az elmúlt napokban, vagy elmúlt talán egy hétben is itt a véleményüket ezzel kapcsolatban. Kíváncsi vagyok, hogy önök hogyan látják ezt a helyzetet. Mi úgy látjuk, tehát a Magyar Szolidaritás Mozgalom úgy látja, hogy amit már az elmúlt napokban is sokszor mondtunk, hogy itt a pártpolitikai csatározások sajnos elviszik a fókuszt, és ez egy nagy probléma, hogy vannak ügyek, amiknek vannak szakmai megoldásaik, és nem születnek megoldások, vagy megszületik, csak előtte hosszú heteken, hónapokon keresztül a szereplők minden oldalról mindenféle, szerintünk az átlag polgároknak értelmezhetetlen mondatokat mondanak. Itt nyilván vannak politikusok, szakembereknek az a dolguk, hogy működtessék az adott településeket, és nem az a dolguk, hogy itt egymásra mutogassanak, hogy most miért tehát hogy kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy esetleg előfordulhat, hogy az agglomerációban élőknek, meg akár bizonyos budapesti kerületekben élőknek akár duplikáltan kell itt jegyet venni, meg bérletet venni, miközben ez már megoldódott, tehát hogy ez speciál eddig nem volt a terítéken, és egyébként szóval, hogy itt amúgy is rengeteg probléma van, és akkor itt nem a megoldásokat látjuk, hanem még egy újabb probléma van. Szóval mi azt gondoljuk, hogy nagyon sürgősen a feleknek ezt abba kéne hagyni, leülni egy szobába, ahogy egyébként a Svitézi Dávid is mondta, és egész egyszerűen megoldani ezt a problémát, és nem a problémáról beszélni. Mit gondol, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor leülnek a felek? Tehát, hogy születhet olyan kompromisszumos megoldás? Itt azért nem az ő politikai hovatartozásukról, vagy érdekeik érvényesítéséről van szó, hanem ez kőkeményen a budapesti agglomerációban élőknek a bőrére, vagy pénztárcájára megy ez a játék. Igen, én úgy látom, hogy itt lesz megoldás, tehát én azt gondolom, hogy itt lesz megoldás, és azt látom, hogy egy diktátumszerű valami lesz, legalábbis ez néz ki, ha jól látom a Lázár Jánosnak a kommunikációját. Hogy ez a megoldás ehhez szolgálni fogja a budapesti agglomerációban és akár Csepelen élőknek az érdekeit, azt még innen még nem tudjuk, de ezt úgy látom, hogy rövidesen ki fog derülni. Ugye ez csak azért problémás, mert hát ezért nyilván azért ezt egyeztetni kellene a fővárosi városvezetéssel. Ugyanakkor ugye azt is látjuk, hogy a fővárosi városvezetés is állandóan politikai ügyeket kreál, tehát hogy itt nagyon nehéz eligazodni már, hogy most akkor, hogy ki a hunyó. Innen kívülről nézve azt látjuk, amit az előbb is elmondtam, hogy politikusok politizálnak a rossz értelembe, és nem a megoldással foglalkoznak. De például a Magyar Szolidaritás Mozgalom egyetért abban, vagy azzal, hogy több évig, vagy több év után, amíg ugye változatlan volt ez a bizonyos összeg, a kormány emelni kénytelen, hiszen infláció volt, rezsidíjak emelkedtek, tehát valamilyen mértékig el kell mozdulnia ennek az összegnek. Igen, ezt mi is így látjuk. Őszintén szólva, ugye a budapesti közlekedés jóval nagyobb összegről szól, mint amiről itt most szól, itt 1 milliárd forintról van szó. Természetesen ez is óriási összeg. Igen, 1,4 talán. De egy 2 milliós, majdnem 2 milliós városról és annak az 1 milliós agglomerációról beszélünk, tehát itt ilyen összegek bőven elférnek, és hát ugye 4 éve változatlan ez az összeg, tehát mi azt gondoljuk, hogy azért ez nem egy ördögtől való valami, és hát nyilván egyébként a főváros is már bevezette a jegyeket, a budapesti jegyek árát is felemelték, tehát ők maguk is beépítették az inflációt a jegyekbe, tehát nem meglepő ez az ügy. Innen nézve is kicsit értelmezhetetlen maga a vita is, hogy most akkor valójában miről van a vita. Hogy látja egyébként a fővárosi önkormányzatnak és a kerületi önkormányzatoknak a politikáját? Ugye most már ráfordulnak gyakorlatilag a választásra, a nyáron esedékes választásra. Hát, ha engem kérdez, akkor mi a totális politikai anarchiát látjuk. Egyébként mindkét oldalon, tehát mindkét oldalnak vannak nehézségei. Ugye még mindig nem tisztázódtak, hogy
hogy akkor most akkor hány lista lesz, tehát az ellenzéket mondom, hogy hány lista lesz, hol, melyik kerületben milyen polgármesterek lesznek, ez a Fidesznél sincsen rendben, ugye, ott is nagyon sok a bizonytalanság. Ők is határidőre ígérték, hogy hát határidőre ígérték, de azért lehet tudni, tehát hogy a Csepelen például ugye a Borbély Lénát akkor most már nem fideszes képviselő vagy nem fideszes polgármester, de indulni fog az önkormányzati választásokon, lesz fideszes jelölt is, lesz rengeteg ellenzéki jelölt is, egyébként mi magunk is indítunk el Károly személyében ott jelöltet. Tehát ugye nagyon bonyolult kerületi ügyek vannak politikailag, de mi azt gondoljuk, hogy hogy az egész Budapestnek az a hangulata, hogy ezekből a pártokból nem az elmúlt 4,5 évből, hanem az elmúlt 33 évnek a működésével most már kicsit elég, és hogy azt érezzük, hogy nagyon nyitottság az olyan civil szervezetek felé, akikkel mi is együtt dolgozunk, vannak rajtunk kívül mások is, és azt gondoljuk, hogy itt ez a 24-es választás olyan szempontból egy más milyen lesz, hogy itt bizony elő fog jönni a pártoktól független civil szervezeteknek, vagy független jelölteknek a jelöltjei érdemi eredményeket fognak elérni. Említette, hogy Csepelen önök is indítanak jelöltet. Ez az egyetlen kerület, vagy vannak még olyan kerületek, ahol azt mondják, hogy érdemes elindítani egy jelöltet a jelenlegivel szemben? Hát mi a budapesti kerületeknek több mint a felében indulni fogunk. Tehát mennyire találják erősnek magukat? Hát ez természetesen kerülettől és körzettől, és hát ugye a jelöltektől függ. Hát van, ahol olyan emberekkel indulunk, akik már jelenleg is az önkormányzat, olyan emberekkel fogunk, olyan szervezetekkel fogunk együttműködni, akik már jelenleg is az önkormányzatban vannak, ott nyilvánvalóan nagyon erős pozícióink is lehetnek akár, és hát lesznek, vannak olyan kerületek is, ahol nem leszünk ennyien erősek, de ez minden szervezetnél így van. Vidéken is ilyen elszántak? Ugye Magyarországon 3200 település van, ami rengeteg, egyik párt sem indít egyik településen, de meg fogunk jelenni jó pár városba, Salgótarjánba, Ózdon, Debrecenben, itt a budapesti agglomerációban is Üllőn, Szigetszentmiklóson, igen, meg még akár egészen kicsi településeken is, tehát pár száz fős településeken is. Hogy látja egyébként, hogy ilyenkor az országos politikai irányvonal számít, vagy egy önkormányzati választáson inkább személyekre szavaznak az ott élők? Önkormányzati választásokon két terep van, az egyik a 10.000 főnél alatti települések, ott nagyon-nagyon meghatározó a személy. Tehát ott gyakorlatilag a személy dönt, persze lehet, hogy támogatják mindenféle civil szervezetek, vagy akár pártok, de nagyon meghatározó a személy. A 10.000 fő fölötti településeken minél nagyobb a település, annál inkább számít az esetleges pártos ügy, de ez is változóban van, és szerintünk nagyon helyes, hogy ez változóban van. Ez a jelenlegi pártpolitika, ami Magyarországon kialakult, az nem jó, és mi nagyon szeretnénk, hogyha a megyeszékhelyeken is, és Budapesten is végre nem pártpolitikusok lennének az önkormányzatokban, és itt szeretném megjegyezni, hogy ebben Vitézi Dáviddal ebben is egyetértünk, és egyébként a közlekedési ügyekben is, úgyhogy el is határoztuk, hogy napokban föl fogjuk venni vele a kapcsolatot, hogy esetleg megvizsgáljuk az a 2024-es önkormányzati választásokon való együttműködésnek a lehetséges módozatait. Karácsony Gergely mögé miért nem állnak be? Hát ugye mi őt támogattuk 2019-ben, és azóta sajnos óriásit kellett csalódnunk, nem csak Karácsony Gergelyben, hanem az egész ellenzéki városvezetésben. Az egyik oka pont az, hogy belekeveredett a főváros ebbe a politikai játszmába, ugye a főváros jelenlegi főpolitikai vezetése, ilyen pártpolitikai ügyekbe, ugye a Karácsony Gergely elindult miniszterelnök jelöltnek, nyilván ott, mint egy miniszterelnök jelölt, természetesen joggal kritizálta a kormányt, no, de hát akkor ugye hogy várhatnánk el a kormánytól, hogy úgy viselkedjen a főváros vezetőjével, mint hogyha egy független szereplője lenne ennek a történetnek, tehát ez egy nagyon bonyolult ügy, és hát egyébként sajnos a közlekedésben is olyan dolgokat csinált a jelenlegi vezetés, amivel mi nem értünk egyet. Azzal egyetértünk, például? Hogy csökkenteni kell, mert mi azzal egyetértünk, hogy jóval csökkenteni kell a belvárosra nehezedő közlekedési nyomást, de azt ugye úgy kell csinálni szerintünk, hogy el kell végezni az infrastruktúrális beruházásokat,
ezek elképesztően nagyok egyébként, 100 000 P plusz parkoló, metrók, új BKV járatok, tehát rengeteg ügy van, és a végén fölfesteni a biciklisávokat. Na most az, hogy fölfessük a biciklisávokat, lezárjuk a rakpartot, hidakat, az sajnos nem más, mint a városlakók bosszantása. Egy rövid mondatban Vitézi Dávidnak milyen kvalitásai miatt állnak be mögé? Hát ugye még nem álltunk be mögé, de azt gondoljuk, hogy... Az előbb említette, hogy elkezdődnek a tárgyalások. Igen, reméljük, hogy elkezdődnek a tárgyalások. Hát azt gondoljuk, hogy nagyon nagy szükség van arra a nézőpontra, ami a szakember nézőpontja. Itt rengeteg ügy van a lakhatástól, a közlekedésen át az agglomerációs problémák megoldásáig, és ehhez szakemberek kellenek, és mi a Vitézi Dávidot is egy szakembernek tartjuk. Székely Sándorral, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnökével beszélgettünk, szintén budapesti ügyekről. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm, hogy itt lettem. Jó reggelt, Magyarország!